Eddig ez egy szép akció. Ismételten üres a jobb szél, egy jó középre adás kellene, és még sikerül is bentartani a labdát. Érkezik egy jó fejes, és meg is van a vezetés. És nincsen les, kinéztek a játékosok, hogy vajon les volt-e, azonban nem, úgyhogy az 5. percben sikerül is megszereznünk a vezetést, ezzel tehát Puskás Akadémia Kecskemét 1-0. Egy mintaszerű akció zajlott, azt kell, hogy mondjam, a jobb szélen, és Szín remekül tálalt középre. Onnantól kezdve egy jó fejes után közelről kellett ezt már csak bepasszolni a kapuba. Hát ennél jobban nem is indulhatott volna a mérkőzés. 1-0-ra vezetünk tehát az 5. percben. Nagyon szűken védekezik a vendégcsapat, viszont nem nagyon tudják megtartani a labdát csak másodpercekig, és ez egy jó kiugratás. Sikerül is eltolni a kapus mellett, és kapufa! Gyönyörűen csinálta egyébként Múlt Martin, jön a vendégek kontrája, létszámfölényben a hazai védők. Megszerzi azonban a labdát a kecskeméti támadó, és szerintem a mieink sem nagyon értik, hogy hogyan is jutott be ez a hazai kapuba. De egyenlítenek a kecskemétiek. Itt van Szín, előtte Lőrinc, azonban inkább befele passzol egyelőre, ez jó, Lőrinc kapja a labdát ismételten a jobb szélen üresen. Középre passzol, és ott a gól! 2-1. Nagyon-nagyon szép játék volt. Sós Máté 12. percben 2-1-re vezetnek, tehát a mieink. Gazdag. Hafner teljesen üres a jobb szélen. És belül kísérik a társak is. Egy jó középradás kellene, és meg is van. Egy nagyon szép hazai akció végén. Popovics talál a vendégek hálójába. A második játék részben Hafner beállítása hozott némi új lendületet ott a jobb szélen. Ezúttal is ő kapott egy jó labdát, és a középre tett beadás után Popovics közelről a hálóba pofozta a labdát.